Az újjáépített Gál József sportcsarnok most ad először otthont nemzetközi versenynek. Háromnapos kettlebell világbajnokság kezdődik. 20 országból mintegy 200 versenyző érkezik Ceglédre. A látványos megnyitó péntek este lesz. 6 órakor kezdődik a nyitó ceremónia, ami egy nagyon-nagyon exkluzív ceremónia, és hogy mindenkit szeretettel várok egyébként, nézőközönséget is, mert nagyon, nagyon szép lesz. Bevonul az összes ország a saját zászlójával, lesznek meghívott vendégeink, fel fog lépni a néptáncosaink, a ceglédi néptáncosaink, és Bánhegyi Adrián is, aki ugrókötéllel fog csárdást járni. Óriási megtiszteltetés, hogy Cegléd rendezheti a világbajnokságot, mondta Majorosi Lázár Anita, akinek óriási szerepe van ebben, hiszen ő lobbizott a Nemzetközi Szövetségnél, hogy városunk adhasson otthont a VB-nek. A versenyek szombat reggel 8 órakor indulnak, már ekkor szurkolhatunk ceglédi versenyzőknek. 20-an indulunk a ceglédi kettlebell sportegyesületből, de van nem ceglédi versenyzőm is, akiket én online edzek. 18-an képviseljük pontosan Ceglédről, és 2, akiket online edzek őket, egy Bonyhád és egy 60-i vendégem, szintén a mi csapattársaink. A ceglédi versenyzők között lesznek juniorok, lesznek openben, tehát felnőtt kategóriában és veterán kategóriában indulunk is. A VB mint 3 napja, péntektől vasárnapig ingyenesen látogatható a sportcsarnokban, de lesz lehetőség támogatói jegyek vásárlására, mondta Anita. A kettlebell világbajnok továbbá hozzátette, nagy örömmel fogadják a szurkolókat, hiszen a ceglédi versenyzők hónapok óta intenzíven készülnek a hazai rendezésű VB-re. Ezért is várom a nézőket és a vendégeket, és kérem, hogy szurkoljanak nekik, mert ők augusztus óta készülnek erre a megmérettetésre. Egy edzőtáborral kezdtünk az alapozást, és ők rendszeresen heti 4 alkalommal, 3-4 alkalommal mindig ott vannak az edzésen. Nagyon lelkesen, nagyon rendszeresen és nagyon nagy kitartással készülnek. Megérdemlik, hogy szurkoljunk nekik. A versenyszámok után a VB záró eseményét, a medálceremóniát vasárnap 17 órakor tartják. Aki személyesen nem tud jelen lenni, a YouTube-on élőben követheti a háromnapos eseményt.